jó estét kívánok mindenkinek. Örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk a ma estére, bár ez igazából minden évben elmondható. Ha megengedik, akkor egy picit puskázni fogok, hogy annyira ne kavarodjak bele a mondandómba. Szóval, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kis Balaton Tánc Együttes 2024-es tréfás évadzáró műsorán. Bízunk benne, hogy ezen az estén is sokat fognak rajtunk nevetni, azt már döntsék el önök, hogy kínokba vagy örömükbe, bízunk benne, hogy mindkettőbe. Szóval, a 2023-as évről annyit szeretnék mondani, ha egy szóval kéne jellemezni, hogy szerintem ez a változások éve volt az együttesre kivetítve. Történtek a vezetőségben is változások, és ezzel szeretném kezdeni. Ugye új vezetőség került előtérbe, és itt megragadnám a szót, és szeretném megköszönni Faragó Zsoltnak, aki sok-sok éven keresztül vezette az együttesünket, de ugye úgy döntött október 31-én 2023-ban, hogy lemondott. Sok sikert kívánunk neki a senior csoport vezetéséhez. Egy tapsot úgy gondolom, hogy megérdemel. És hát ugye a Zsolti helyébe került Székács Albert barátom, aki elvállalta az együttes vezetői pozíciót, és hát úgy gondolom, hogy vele könnyű lesz majd, remélem, hogy a jövőben együtt dolgozni, bízom benne. Én is próbálok nyitni felé, de szerintem megvan közöttünk az a kompromisszumkészség, hogy működőképes legyen sok-sok éven keresztül majd a munka. Első körben ennyi. Igazából még 2023-ban lettem én hivatalosan a Kis Balaton Tánc Együttes művészeti vezetője, és úgy gondoltam, hogy késztetést éreztem magamban arra, hogy ezt elvállaljam. Ugye és nagyon szeretem mind az együttest, mind a néptáncot, és itt még elmondanám, hogy Székács Albi barátommal megint csak elkezdtünk egy néptánc csoportvezető képzést Székesfehérváron, aminek az a lényege, hogy hát igazából a végére kapunk egy csoportvezetői képzést, és nem csak azért végeztük el, hogy hivatalosan is lehessünk vezetők, mert ez nem kikötés hozzá, hanem úgy éreztük, hogy kéne egy kis elméleti tudás is az oktatáshoz, mert ugye nem gondolom, hogy mindenki született vezető, ez tanulható dolog, és nagyon jó tanáraink vannak ott, akik ezt a tudást át tudják majd nekünk adni, úgyhogy bízom benne, hogy a második év végére már tapasztaltabb vezetőként lehetünk az együttes élén. Szeretném megragadni ismételten a szót, és megköszönni egy olyan táncosunknak az eddig letett munkáját. Elmondhatom, hogy ő táncol már közülünk jelenleg a legrégebb óta a Kis Balaton Tánc Együttesbe. Szerintem már mindenki tudja, hogy kiről van szó, hátul látom is a tükör előtt a kopasz fejet. Úgyhogy Robi, szeretnélek kiszólítani és egy kis ajándékot átadni neked. Gyerekének. Csekészségre készültünk neked, fogadj sok szeretettel tőlünk, és köszönjük az eddigi munkádat, amit letettél az asztalra. Nem olyan, ez nagyon már lepetésért, úgyhogy... Fogadj sok szeretettel. Reméljük, hogy tetszeni fog, amit talál benne. Igen. Akkor itt egy kicsit a együttes művészeti oldalára is rátérnék, ugyanis a 2023-as évben mondhatni elkészült egy új koreográfiánk, ami már elég régóta váratott magára, ugyanis ugye a Covid időszak alatt nem igen tudtunk vele készülni, hogy nagyjából ilyen 3 éves időtartamba telt, amíg elkészült ez a Balázs Telki koreográfia, és az a célunk, hogy a 24-ben, vagyis hát 2024-ben a Kis Balaton esten, ami várhatóan júliusban fog zajlani, ott elő tudjuk ezt adni. Nyilván ehhez rengeteget kell még gyakorolnom, hát egy fish koreográfiának ugye sok idő kell, amíg beérik, és még ugye annak is teljesülnie kell, hogy elkészüljenek a viseletek addigra, úgyhogy bízunk benne, hogy minden feltétel teljesülni fog, és önök is láthatják majd ezt a Kis Balaton esten, és reméljük, hogy tetszeni fog önöknek. Aztán menet közben ezen a utolsó koreografáláson Fodor Matyi és Dede Flóra, aki készítette nekünk a
koreográfiát. Hívott nekünk egy zenekart, aki felvette nekünk ennek a Balázs Telkének a zenéjét, és úgy gondolom, hogy hosszú távon is működőképes lesz majd velük a munka, ugyanis közel is vannak hozzánk, és nagyon jó zenészeknek tartjuk őket. A Csádé zenekarról van szó, akik ma délután tartottak egy ilyen kis gyerekeknek foglalkozást, kisebb foglalkozást, ilyen interaktív anyagot mutattak be, hangszerbemutató volt, és szerintem egész szép számon összegyűltek az érdeklődők, úgyhogy bízom benne, hogy ez is működőképes lesz hosszú távon, akár havonta, két havonta egy ilyen rendezvényt tarthatunk, és hát sok szeretettel várjuk a szülőket és gyerekeket az ilyen programjainkon, és igyekszünk majd a 2024-es évben több hangsúlyt fektetni, mind az utánpótlásra, mind pedig arra, hogy valami közösségi életet varázsoljunk ide a próbateremben és a művelődési házban. Amit még el szeretnék mondani, hogy a januári hónap úgy indult nálunk, hogy 8 új táncos érkezett Vörös Ricsi testvérem unszolására, aki szakadatlanul, fáradhatatlanul kereste az új tagokat, akik az együttesbe beléphetnének. És azt mondhatom, hogy sikerre járt, ugyanis ez a 8 főből igaz egy kiesett, de 7 ember megmaradt egy hónappal később. Én úgy gondolom, hogy ez elég pozitív, és nagyon ügyes mindenki. Páran itt is vannak közülük, eljöttek megnézni a műsort, és bízom benne, hogy még sok-sok évig fogják bővíteni a csapatunkat. És ha jól számolom, akkor már 21 fővel főt számlálhatunk a Kisbalaton táncjújtésben, ami az utóbbi években nem igen volt elmondható. Úgyhogy remélem, hogy marad ez a tendencia, és még bővülhet a csapat, és újra elérhetjük majd ezt a szép fénykort, amikor 40-en táncoltunk a próbaterembe, és alig fértünk el. Azt mondhatom, hogy ez a vágyunk igazándiból. Igen, és még egy élményt szeretnék megemlíteni. Ugye júliusban voltunk Görögországban, ami egy nagyon nagy turné volt. Busszal mentünk, egy 20 órás buszút vezetett oda, mert hát ugye repülővel kicsit necces lett volna a dolog, de szerintem megérte, ugye egy hetet töltöttünk in, és örömünkre szolgált, hogy nem csak Magyarországot képviselhettük ezen a Nemzetközi Folklor Fesztiválon, hanem Balaton-Szentgyörgy nevét is öregbíthettük, úgyhogy örülünk neki, hogy eljuthattunk oda, és a Kisbalaton Tánc Együttes nevét elvihettük délre. Igazából ennyi lett volna a mondandóm, nem akarom tovább húzni a szót, biztos már várják a műsorokat. Amit tudni érdemes, a lányok már itt mozgolódnak, ők fogják kezdeni a műsort. Hát mit mondhatok, nekem kell egy kis idő a beöltözéshez, azért döntöttünk úgy, hogy ők fognak kezdeni, úgyhogy fogadják őket szeretettel, és jó szórakozást kívánok a műsorokhoz. Eltűnöttél már azon? Hol élnek ezek az érzelmek? Megismerkedhetsz a fejedben lévő kis hangokkal. Gyeri vagyok. Ő itt bánat. Ő meg harag. Ő undor. Ő pedig majré. Gyertek, ölelkezzünk! Te is, Durti! Eljújj hozzám! Agyvaló. Élet Székács Albi fejében. Na, fia Albi, hazaértél. Kop-kop. Ja, bocsánat. Ki az? Med. Milyen med? Albi. A szerelmed. Jaj, hát ez nagyon vicces volt, Albi. Hallod, Cica? Igen. Nagyon viccet hallottam ma a cégnél. Megy a taxisofőr Balaton Máriára, beszáll mellé egy hölgy, azt mondja neki, jó napot, Balaton-Szentgyörgyre szeretnék menni. Azt mondja neki a sofőr, hú, de érdekes, magam a már a második terhesnő, akit viszek. Na de uram, nem is vagyok terhes. Na de még nem is vagyunk Balaton-Szentgyörgyön. Jaj,
Istenem. Na figyelj! Hallott, Cica, még egyet hallottam. Igen. Hogy hívják ezt? Mit mondanak a székelyek arra, hogy Pikachu téged választalak? Halványvilag bőzöm sincs. Menkü pocok, utcu neki. Érted, mert menkü. Jó, jó, ez tényleg jó volt. Na figyelj, szeretnék valamit kérdezni tőled. Na, halljam. Jó, de ne légy ideges, jó? Képzeld el, hogy ma így pörgettem a Facebookot a telefonomon, és megláttam egy állatmenhelynek a honlapját. És megláttam egy annyira cuki kiskutya képét, hogy az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha harmadiknak örökbe fogadnánk. Nézd, milyen aranyos! Még egy kutyát, még egyet! Két kutya van! Hova kell egy harmadik? Felesleges! Tuti, hogy nem! Nem kell ide kutya! Aj, Cica, már kettő kutyánk van, egy harmadik. Tudod, mekkora meló? Komolyan mondom, ezt nem gondoltad át rendesen, Cica. Dehogy is, nem annyira cukik, és lehetne őket simogatni. Komolyan mondom, egy kutya annyira szőrös, meg büdös, úristen, már kettő így is az ágyunkba alszik, és mindig büdösek vagyunk tőle. Fúj! Cica, már van két kutyusunk, és azt is megbeszéltük, hogy nem alszanak az ágyba, mégis az ágyban alszanak. A harmadik is az ágyba aludna, mindig tiszta szőr, a kalapom, a mindenem jár, és a kutyakat is én szedem, Cica. Én is felszoktam szedni, és kiszoktam mosni a ruháidat. Három. Kutya, hogy tartjuk el őket, az sok. Pénze sincsen az Albinak már erre. Cica, most mentem az új céghez, próbaidőn vagyok, most az egyik kutyánk hipoallergén tápot eszik, másik csirkeallergiás, csak 100 000 forint elmenne a három kutyára, gondold ezt végig. De te mindig csak a kifogásokat mondod. Szegény kutyusok, amikor otthon vannak bent a meleg lakásba, és nincs ki játszom velük, na persze még a harmadik is ott szomorkodjon, na még mit nem. Cica, szegény sipőc is, szeparációs szorongással köz. Állandóan sírva elmegyünk otthonról. Most gondolj bele, kettő kutyus jön az új, kiközösítik, ezek már egy falka. Nem értek veled együtt. Szerintem meg mi lenne, hogyha az egészre aludnánk egyet, és minél több kutya van, annál több a boldogság. Két kutya az nem kutya, három kutya, na az már kutya. Legyen még egy kutya, én azt mondom, aludjunk erre egyet. Jó, mondjuk, mi jobb két kutyánál, hanem három. Jó, Cica, átgondolom, neved készpénznek. Jó, oké. Okay, átgondolom, alszom rá egyet, jó. Nézek egy kis tévét. Jó. Felesleges három kutya, nem kell három, van már két kutyátok, nem kell felesleges. Vegyél be egy gyógyszert, ott van a konyhába. Persze. Na, muszáj bevennem egy gyógyszert, le is fekszem aludni egy picit. Jó. Én ezt nem, mintha üvöltöznének a fejemben. Akkor én megetettem a kutyát. Mindenképp kell ez a kutya. Figyelj, nem kell, értsétek már meg, hogy nem kell, volt felesleges még egy kutya. Értsétek már meg, kettő van, minek egy harmadik? Bánat, mit csinálsz? Bánat? Megd el, nyomd azt a bánatos gombot. Csak egy picit akartam megnyomni. Bánat, de figyelj, nem igazán értem. Mi a baj veled? Nem tudom. Valami nincs rendben velem. Azt hiszem, hogy idegösszeomlásom van. Vagy talán trombózisba estem, derül. Aj, bánat, ne aggódj, csak sokat stresszelsz, figyelj. Emlékszel, próbálj valami vidámra gondolni. Emlékszel arra, amikor azt a biztos filmet láttuk, tudod? Amiben a kiskutya meghalt, az nagyon szomorú. Nem egészen erre gondoltam. Jó, próbálj meg valami másra gondolni, oké? Okay? Az emlékekre mondjuk. Amikor Zsófi meg Albi elmentek együtt csónakázni a Balatonra, milyen jó volt. Az valóban szép volt. Az volt a legjobb rész, amikor esett az eső, és csurgott le az arcán. És tudod, mi volt benne a legjobb rész? Amikor áll, és a csizmába csurgott a víz, és átázott az oknia. Az olyan szomorú volt. Nem egészen erre gondoltam, de tudod, mit bánat?
kitaláltam neked egy nagyon jó munkát. Legyen az, hogy te jössz egy kicsit, mi dolgozunk helyetted, oké? Okay? Semmi más dolgod nem lenne, az lenne a feladatod, hogy ebbe a karikába, bocsánat, benne maradjál, és ki sem mozdulj belőle, még a lábujjad hegye sem mozduljon ki belőle, oké? Okay? És bánat, ennyi a feladatod, maradj ittok. Simi, majd dolgozunk a többiekkel, bízz csak ránk. Jó. Oké. Okay. Letudtam a nehéz feladatot, oké? Okay? Beszélj. Igen. Sok. Nem kell. Felesleges. Három. Minek? Az még büdösebb. Három. De alszik rá. De nem kell. És már meg, hogy nem kell. Kettő nővel. Több kutya. Több boldogság. Egyelő. Meg a büdösség. Nem kell több. Nem kell. Jaj, mégis úgy megnyomnám ezt a gombot, de Deru azt mondta, hogy nem szabad. De mégis egyszer úgy is mind meghalunk, ha nem, akkor előbb-utóbb, vagy a világ vége jön el valamelyik a kettő közül, akkor már mit számít, ha megnyomom ezt a gombot, vagy nem? Ping! Bánat! Mi a bánat? Bánat! Bánat! Mondtam, egy dologra kértelek, hogy maradj ott, és ne császkáljál csárdáshozzá jobbra-balra itt egyedül, csak jó? Olyan gyere vissza, ezt kértek! Volt, mint én! És szomorú. Már megnéztem. Jól van, bánat, semmi baj, hagyja csak, bízd csak ránk, elég lézzük, oké? Okay? Semmi gond nem lesz, oksi, Deru itt van és megment minden, maradj itt, jó? Én mondtam, hogy ki kellett volna már rúgni. Az összeomúgy végzi a munkáját. Hát nem tud semmit csak csinálni. Minden érzelemre szükségünk van. Nem, nincs rá szükségünk. Most is, de komolyan, most is nézd rá és... Hol van? Hova tűnt? Bánat, hova tűntél? Most hova tűnt? Nem hiszem el, hogy eltűnt. Semmi de ennyi feladata volt, hogy ott álljon abba a karikába. Egy percig sem, hogy megkeressük Bánatot, jó? Bánat, hozzá, gyere! Bánat, semmi baj, gyere erő! Bánat! Nekem kedvem ennyi sétálni. Nekem sincs rohadtul semmi kedvem ehhez. Bánat, gyere elő! És a bajom van. Semmi baj nincsen. Ezt nem kellett volna, semmi baj. Szóval kérdelmet, együtt dolgozunk. Jó, és akkor most merre keressük? De... Sem merre. Bánat! Bánat! Most hol van? De most megnézheted ott is, itt is. De ez van is a trió. Nézheted sehol. Mi az a hosszú? Szerintem kicsi. Menj már, nézd meg! Jézusom, mi az? Au! Au, au, au! Ereszel, ereszel! Mi van az ereszel? Ez most az ormányom, ez nagyon fáj. Vigyázz rá! Hát te ki vagy? Olyan szép vagy. Hát én az elefánt vagyok, az Albi képzeletbeli barátja. De miért ilyen kicsi akkor? Kicsi? Hát ez kicsi. Szép, méretes. És... te mióta vagy az Albi barátja? Soha sem hallottunk még rólad. Hát olyan 3 éves korában talán. Körülbelül. És miért van ekkora... cickó? Hát amikor az Albi olyan 15 éves lehetett, már kamaszodott, akkor egyszer csak kinőttek. Nem értem miért. Szerintem érthető, én értem. Na, bánat! Figyelj! Van egy nagyon fontos problémánk. A legnagyobb bánatunkra bánat eltűnt. Nem láttad valahol? Nem tudsz ebbe segíteni? Ő a barátotok? Igen, legjobb barátunk. Munkatárs esetleg. A barátunk az azért erős tudás. Legjobb barátunk. Hát sajnos nem láttam, de szerintem tudok nektek segíteni. Képzeljétek el, hogy az Albinak a fejében vannak szigetek. Talán az egyik szigeten megtalálhatjuk ezt a bánatot. Gyertek, és akkor el is megyünk a Dilivogyó szigetre. Dilivogyó szigetre? Hát mit kell csinálni? De vigyázzatok, ez egy nagyon érdekes sziget. Itt csak úgy tudunk átmenni, hogyha áttáncolunk rajta. Jó, itt a jó táncolunk! Nem, nem akarom táncolni. Én nem akarok. Jó, tehát ne fogyunk. Gyere, húzzál már!
Csillagvár étterembe vagyunk, hogy A és B menü is van, edd csak szépen ezt a levest. Jó. Ilyen itt a Mikulás, de büdös van, Mikulás. Hagymát ettél? Ez a Bibi. Gyere ide, kicsi Albi. Aztán tudod-e, hogy mi a különbség a japánok és a Mikulás között? Nem. Hát, hogy a japánok ninja, a Mikuláson meg van zsá. Albi ekkor határozta el, hogy a favicek mesterévé fog válni. És mit szeretnél, kedves Albi? Hát szeretnék kérni a Mikulás bácsitól egy Electronux fűrészgépet, ami 600 megabajtos és Samsunggal Wi-Fi-vel rendelkező, 200 lóerős és 50 fordulatos. Na meg aztán még szeretnék kérni egy szép, meghajtható barna ladát. És még mit szeretnél? Na, ha már itt tartunk, akkor még szeretnék kérni egy szép feleséget, meg egy szép gyermeket. Hát akkor most állj fel, Albi, aztán majd meghozom neked. Köszönöm. Na, Albikám, figyelj! Csak én is olyan ügyes táncos és nagy lehetnék, mint a Gyuszi bácsi. Micsoda? Nem hallom! Közelebb megyek! Hát nem pont erre gondoltam. Adába be, ablakot le, könyököd ki, kettesbe be. Szóltam no, a belga dala, és feszített ettől minden lada. Ezt szerintem meg kéne túlni. Túlhatjátok. Felegekbe szállít, állítom, hogy ez adrenalin bomba, ha tolod ezt a keret, az érzék nem tompa. Na, felnyitom a csomagtartót. Jó, megnézzük, hogy itt a hiba. Nézzük csak. Ú, csajok. Ú, basszus, itt a motorfékkel lesz a gond. Ez nagyon füstöl. Húha. Ráadásul, aha, kifogyott az olaj, a benzin. Hozd már egy kis benzint.
Hát nézd, meg nincs benne semmi se. De mi honnét hozunk itt az útszélén most neked? Szia, Cica! Ja, készül már halászlé? Kész van már Begyi is. Jaj, akkor megyek, sietek, mindjárt ott halasz. Na, Albi, mi lesz velünk? Csináljuk. Ja, csinálom. Itt van Szenteste, és nem fogunk végezni. Visszavannak még a birkák, a disznók, a lovak, úgyhogy. De az estédet ide terázzál. Persze, nem akár nem itt is alszom, télus, bármi. Helyes, jó van. Szenteste, minden kevesebbet fizetek. Na, csináljuk. Csinálom, rögtön. Tőletek sok sikert, azért majd az Albi emlékezetében úgy véssétek be, hogy velem is foglalkozhatna néha, mert most, hogy van ez a Zsófi nevű barátnője, hát eléggé keveset gondol már rám, jó? Úgyhogy... Jó, majd szólunk neki, hogy emlékeztessen. Jó, majd sem emlékeztetek. Szia, Ormányos, szia! Sziasztok! Bánat! Annyit kerestünk, figyelj, mi a baj, hogy jutott el ide? Én nem akartam rosszat, Derű, csak tudod. De rosszat tettél, csak úgy mondom. Az a fránya gond, tudod. Aj, semmi baj, bánat, figyelj. Senki nem lehet tökéletes. Például belőlem is hiányzik a hiba. Igen. Ez semmi baj. Jó, talán igazad van. Tudod mit, bánat, hogy ne legyél ilyen szomorkás, legyen az, hogy innentől kezdve megnyomhatod a gombomat, oké? Okay? Igen. Igen, ne legyen senki se bánatos, gyere, nyomd meg a Derű gombját, menjünk, oké? Okay? Jó, de azt még hadd vigyel magammal. Azt nem szükséges, sok a kalória benne, bár én nem tudom, vagyis szerintem, oké? Okay. Jó, oké. Megyek is akkor. Jó. Lesz nem sok? Túl sok. Ne, jó. Na, Adi, felkeltél már? Ti már kik vagytok? Te látsz minket? Igen. De nem láthatsz minket! Miért? Miért? De nagyon is látlak, hiszen. Ja, de örülök, hogy megismerhetlek. Ti kik vagytok? Az Albinak a fejében élünk. Mi irányítjuk az Albit, képzeld el. Ja, hogy miattatok van ez az egész kalamajka, hogy nem bír dönteni semmibe? Hát részben miatta, de amúgy semmi probléma, most már
helyén kezeljük a dolgot, oké? És mindjárt mindent megoldunk. Na, én is mindjárt helyén kezelem a dolgokat. Tűnik ebben. Nagyon bénának. Szerintem adjunk meg neki, amit akar. Jó. Már segítünk meghalni. Akkor 3, 2, 1. Így. Végre. És most hogy? Meghaltatok? Innentől kezdve én vagyok a főnök. Thank you.
hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges királylány. Ám ezen a királylányon olyan rettentő átok ült, amelyet csak az első szerelmes csók törhetett meg. A királylányt egy szörnyű, tűzokádó sárkány őrizte, egy zord, komor várbazáron. Sok bátor lovag próbálta meg kiszabadítani borzalmas börtönéből, de mind kudarcot vallotta. A királylány a legmagasabb vártorony legfelsőbb szobájába egyre csak várta igaz szerelmét és az első szerelmes csókot. Ilyen is csak a mesében van. Ekkora egy rakás. Somebody won't tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that winners is gold. Only shooting stars break the mold. De fogtad meg a seggem! Mi nem félünk tőle! Most jön az a rész, hogy ti elfuttok! Ki akar engem lapoltatni, a király? Uááá! Én most elmegyek, és megmutatom neki! Meg mindenféle füstölt árul. Szóval a disznóságok. Akkor mit akarsz kezdeni ezzel a szerencsétlen szamárral? Hát, ki akarom heréltetni, hajtja a vágy, aztán mindig megszöki. Hát, én azt mondom neked, hogy ne vágjad ezt a szerencsétlen országot, majd én elviszem magammal. Hát meg amúgy is, nem tud megszökni a szamarad, ha nincs is szamarad. Mondjuk most igazad van. Jó, akkor... Ugye, igazam van, de nem csak most van rám igazam. Amíg idefele jöttem, háromszor volt igazam. Meg az előbb volt a negyedik, meg amit a négyre mondtam, az már öt. Nem? De. Hat. Annyiszor van igazam, ahányszor csak akarom. Nem? De. Hét. Ugye? Az évadzáról is a fiúkra szavaznak majd, nem? Nem. De. 8. Várj meg, Shrek, hova mész?
Megyek Farkad nagy úrhoz, ugyanis el akarja tőlem venni a mocsaramat, de nekem vissza kell tőle szereznem. Hadd menjek veled, szerintem segítségedre lehetek, nem? Nem. Utána kéne mennem, nem? Réfestő, mikor lesz kész az olajfestmény rólam, mely tükrözheti nagyságos múltam? Felséges uram, úgy gondolom, a festmény készen van. Mi ez a szégyentlen csúfság? Egy ilyen emberről, egy ilyen férfiról inkább rendeltem volna egy nagy kőszobrot. Hát, meg ne haragudjál, felséges uram, de rólad egy nagy kőszobrot elég nehéz lenne csinálni. Vezúdiusz, intézkedj! Igen, felcsék. Nem! Nem! Bár láthatnám festői szépségemet, örök, hozzátok be a tükrömet. Örök. Estét, tükör! Jó estét! Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, kinek van a legnagyobb királysága a vidéken? Hát, neked, nagy úr. Szép. És ki a legnagyobb király a világon? Hát, nem te, nagy úr. De az úgy? Bármint úgy értem, hogy könnyedén te lehetsz a legnagyobb, de ahhoz el kell venned egy igazi királynak. Folytasd. Akkor hadd mutassam meg mindenkinek a ma esti választékot. Íme itt vannak! Az első haja oly fekete ében pont, mint egy mesében. Hét pasiol sok szál fűzi, de a kapcsolatuk szűzi. Csak egy csók a hold ajakra, és a tiéd lesz kajakra. Gyönyörű! Nagy tapsot kére! Hófehér kére! Nem hiszik, ő rokonom, tükanyám dédunoka testvérének a kisebbik lánya, és a kisujján a köröm nagyon fényes, ez a leány nem szemérmes. Szőke haját, ha le nem vágja, batyán pusztán sincsen párja. Nincs hajában mindig szép a szél, minden legény csak róla beszél. Tekintetében nem lehet csak olyan könnyedén nézni, mert keble minden. Minden felemész, minden tekintet. Gyönyörű, kapsz meg, kapsz meg! Mi? Harmadik, oly szívesen találna rád, csak borotválna lemégre a hónapja. De vigyázz! Vulkánvárban vígan váró házi sárkányt vajon legyőzi-e a hős? S ha délcegen is lovagol fel alá a toronyban, nem ijed-e meg ott szörnyen, rögtön, nyomban? És nem-e választja e lány helyett szamar a farát? Mert nem merné megcsokolni ezt az arát. De vigyázz, mert ilyen nő nem nő minden bokorban, s korban hozzád épp jó volna. A szépség neve Fiona! Gyönyörű! Hát melyiket választod? A hófehér népet? A bögyös szépséget? Vagy a vörös? Kettes. Megyes. Döntöttem. Döntöttem. A hármast választom. Párkány nagy úr választotja a szép Fiona. Bár csak valahogy megtudnám, hogy hogyan szeretszessem meg ezt a gyönyörű leányzót. De talán tudom is, egy lovagi tornával fogok indítani. Király uram, hogy lehet, hogy betörtek? Jézusom, meneküljük! Mi ez a randa csúfsági? Ez csak egy szamát mérve. Nem róla lesz ide tónak. Ja, hogy róla? El akartad venni a mocsaramat? Ezért megakasztod? Várjál, ógre, várjál! Mi alkut ajánlok? Alkut? Haj. Elhozod a szépséges Fionát, és holnap egybe kelek vele, akkor visszakapod a mocsaradat, és vele minden szabadságodat. És mikorra kéne visszahoznom? Így holnap. Legyen. Gyere, Szamát! Jó. Kapitány, kapitányom.
A Csákányról nem kellett volna szólni? Hallgass le, Zúziusz! Srej, mondják, milyen messze van ez a vár? Azt mondják, 69 kilométerre van innen. 69? Hoppá, az a szexes szám. Mi? Hülyeség. Akkor annyi. És Srej, mondjad! Amúgy a teljes dobozom miért nem odaírják, hogy meddig jó? Ahova odaírják, hogy hova írják, hogy meddig jó? Szerinted én ezt értem? Buta ogre vagyok. Hányszor mondjam már el? Egy ogre olyan, mint egy hagyma. Több rétegű, nem érted? Mert én sem. Hát jó, de ez a hagymás hasonlat annyira nem jó, mert a hagyma azért elég büdös. Már ne sértődj meg, te is elég büdös vagy. Csak hogy így most gondold végig. Az hát, út legyen. Közben. Menjünk és gondold végig az út közben. A várba. És ott vagyunk már? Srek, ott vagyunk már? Nem, szamár, nem vagyunk ott. Srek, ott vagyunk már? Igen, megérkeztünk. Az ott a csillagvár. Nem is olyan rémisztő. Te tudsz két lábon járni? Igen. Akkor jó van. Látok ott egy táblát. 1450 forint. Azt nem tudjuk kifizetni. Van egy ötletem. Próbáljunk meg hátulról. Ja, mert te ilyen hátulról gyűvő típus vagy? Várj, van ott valaki. Nézzük meg, hogy jut be. Itt van a királylány. Itt van a királylány, fiam, de itt belépőt kell fizetni. Micsodát? Hát 1450 forint a felnőtt, meg nekem a juttatás az 82.000 forint. Milyen felnőtt? Milyen juttatás? A gyermek, nem akarsz belépőt venni, nem akkor... Nem veszek én belépőt. Jó, van, akkor mennyi. Engem nem érdekel. Én vagyok a Robin Hood, és jöttem megmenteni a királylányt. Hol van, fiam? Ott a jövőt. De 450 forint a belépő. Megveszed? Nem! Oh. Most szeretnél? Nem! Te Srek, láttad ezt? Hogy fogunk így bejutni? Én már tudom, szamár. Jó, tehát elvárok ám veletek is! Gyertek ide! Jól vagy? Mi volt ez? Nyugi, Szamár, csak fotocellát az ajtó. Srek, te is annyira félsz, mint én. Igazából nem, de azért menjél te előre. Menjél már, Szamár! Ne nézd a seggem! Te Szamár, az előbb még nem felfele mentél. De, akkor forduljunk meg. Jó van. Most megint lefelé megyünk. Mindegy, mindjél már! Szamár, hova tűntél? Szamár, ne idegesítsél már! Amúgy is csendbe kéne maradni. Az ott Fiona lehet? Melyik a bajszos? Nem, az te vagy. Ébredj már! Te vagy Fiona hercegnő? Igen, én vagyok az. És ti kik vagytok? Azért jöttünk, hogy megmentsünk téged, Fiona hercegnő.
Legyőztétek a sárkányt? Milyen sárkány? Aki berakja az ablakpárkányt. Mi van? Segged ki van. Mit mondtál? Kiskorsóba fingottál. Mondd, 66. 66? Ja. Seggem a szádhoz pattalhat. Keresett titeket a Feri. Milyen Feri? Szóval a sárkány. Legyőztétek? Milyen sárkány? Ez egy lépcső! Láttátok a sárkányt? Ne hagyjatok itt! Megmentettél engem. Együtt fogjuk leélni az életünket? Vagy mi van? Sajnos nem. Én is ígéretet tettem Farkad nagyúrnak, hogy vissza kell, figyelek hozzá, és ő fog téged elmenni feleségül. Ki ez a Farkad nagyúr? Hát, a környék leghatalmasan nagyúra. 2,20 magas és szőke. Biztos be fog mondani. Hát nem is tudom, mesélj még róla. Mit mondhatnék? Bemutatom inkább személyesen. Jó, úgyis már felment a projektor, vége ennek a kínos jelenet. Párkán nagy úr, meghoztam neked a... Ó, drága szép Fiona! Hát verseket írtam rólad. De gyere gyorsan ide, hadd nézzelek közben. Hát te szebb vagy, mint ott a képen. Gyorsan tartjuk ezt az esküvőt, izibe. Megtarthatjuk, de előtte elbúcsozom, hogy a mára barátom. Mit törődsz azzal a lelketlennel? Én azért elbúcsozom tőle. Sia. Drága, köszönöm meg, hogy eljutottam ide. Ennyi. Ennyi. Ennyi volt. Hát jó. Vége. Gyere, drága Fiona, tartsuk meg az esküvőt. Őrség, rendezkelődjünk a lagdihoz. Azonnal. Ez is. Shrek, de jó, hogy látlak. Szamár, te még élsz? Hát, nem. Szerinted? Jó, nem haragudj, csak nagyon depressziós lettem utóbbi időben. Gyere, mondd el, mi a baj, Ogre, én figyelek rád. Köszönöm, ez nagyon jól esik. Tudod, az a helyzet, hogy a hazafele vezető úton az az igazság, hogy beleszerettem Fiunába. De most itt odavittem Farkad nagyobbhoz, és ő fogja elvenni őt feleségül. Szívem szakad meg. Hát nem is tudom. Szerintem menj vissza hozzá, egy hagyma vagy. Igazad van, egy hagyma vagyok. De most arra kell felmenni a színpadra. Ja, hogy gyere. Hát én is köszöntöm a méltisztelt hegybegyőzeket, a násztépet, az ifjú párt, a vőlegény, a Jézus Mária. Haladjunk, haladjunk! Azért gyűltünk ma itt össze, ezen a szent napon, hogy az itt megjelent két fel ember, összeadjuk, és megpecsételjük-e e napon.
kedves Fárkájnag úr, akarod-e az itt megjelenik Tionál, hitet feleségedül? Hogy ne szeretnénk? Igen. Drága Tiona, akkor az ez itt megjelent, pártár nagyurat, ugye férjedül. Bár ne vagyok. Bárkinek, akinek ellenvetése van, az hallgasson, sírj. Tiona, gyere. Menj már vissza, ne hagyd maga, mit csinálja? Igazad van, egy hagyma vagyok, és ő az enyém lesz. Ógja már meg, nagyúr. Sereg, mit akarsz? Megmentelek szerelmem. Ez nem igaz, a figy egybe kell, a királyság az enyém. Hozzátok a koronát! Hát mégis engem akarsz. Igen. Táncolj, szerelmem. Reggeli. Hát akkor legyen egy kis Somebody once told me the world is gonna roll in. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger in her thumb and the shape of an L on her forehead. Well, the hits start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. It makes sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so much wrong mistakes in the past. Tetszettek a műsorok. Arra szeretnék mindenkit megkérni, hogy itt valahol kint található egy szavazóláda, és döntsék el, hogy kire szeretnének szavazni. Kinek a műsora tetszett jobban, hogy jó szavazást kívánok. Szóval a kezemben tartom a pontos végeredményeket. Hát hogy is fogalmazzak, szerintem két nagyon szuper műsort láthatott a közönség, és ez a szavazatokon is abszolút látszik, mert mondhatni, elég szoros lett a végeredmény. Hát most kimondjam, vagy nem mondjam, nem is tudom. Szóval, igen, van egy 50 szavazat. Most ez a több vagy kevesebb, ugye az a kérdés? Mert hát van egy 6, van egy. Ugye, még nem túl konkrét, de akkor kimondanám, hogy a győztes csapat a lányok helyett a jó. Jó, gyertek, fiúk! Köszönöm! Először a második helyzetnek átadjuk a jól megérdemelt egyeskét, de ne búsnakodjatok, lányok, mert szerintem nagyon összeszedett voltam is, úgyhogy le a kalappal előttetek. De azért gyertek mindjárt is fejek. Nagyon ügyesek voltatok. Jaj!
Igen. Attila, húzd mentek. Helyett lehet kép a szép húza volt. Csak igazából a saját énedet tartod. És hát akkor kizárásos alapon a győztes csapat a fiúk csapata. Valaki okosan mondja, hogy ezt a Köszönjük szépen, hogy eljöttek és eljöttek a estemünket. Most pedig, ahogy hallom, már nagy a hangolás a színpadon, ugyanis kezdődik itt a táncház rövidesen. Úgyhogy a fiúktól annyit szeretnék kérni, meg igazából a lányoktól is, hogy a székeket gyorsan pakoljuk el oldalra, és akkor kezdődhet is a mulatság. Thank you.